Hölgyeim és uraim! A színpadon a Montreali Dance World Cup-on három világbajnoki aranyérmet szerzett 4-4 Dance! Be van kapcsolva. Szép jó napot kívánok, kedves hölgyeim és uraim, a 4-4 Dance együttes nevében nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Milyen a hangulat itt Tiszabezdéden? Jó! Mindenki jól érzi magát? Igen! Látják, még az időjárás is mennyire kedvez nekünk, mert kicsit elbújt a nap, ezáltal mindenki kicsit közelebb tud jönni a színpadhoz, úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit egy kicsit közelebb, innen jobban lehet majd minket látni, és hát nagy-nagy örömmel és szeretettel érkeztünk ide a mai nap folyamán Önökhöz Tiszabezdédre, már csak azért is egyébként, mert hát csapatunk oszlopos tagja, Illés Dániel, Illés Mester hazájában vagyunk, ugye ő oktatja itt a gyerekeket az Alma Falafokú Művészeti Iskola keretein belül, de azért Dani megsúgta nekem, hogy mielőtt belekezdenénk így a műsorunkba, áruljam már el önöknek, hogy amikor így a saját közönségünk előtt van szerencsénk fellépni, és ilyen sok-sok kíváncsi szempár szegeződik a színpadra, akkor azért van bennünk egy kicsi lámpaláz, izgulunk egy picit, úgyhogy ha egy bátorító tapsot kaphatnánk még egyszer, az nagyban megkönnyíteni a dolgunkat. Köszöntjük a jelenlegi, leendő, régi tanítványainkat itt a nézők soraiban. És hát a 4-4 Dance együttesről remélem, hogy nem kell sok mindent elárulni, de azért azt megemlíteném, hogy a magyar autentikus, hagyományos néptáncnak egy újfajta stílus irányzatát képviseljük. Humorosabb, populárisabb, táncszínháziasabb jellegben szeretnénk önöket is szórakoztatni itt a mai délután folyamán. És a csapatunk nagy büszkesége, hogy nagy világutazók hírében állunk, eddig több mint 40 országban sikerült képviselni kicsiny hazánkat, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék Nyíregyházát. Nemrégében egyébként Kínában, Dél-Koreában turnéztünk, most készülünk a Fülöp-szigetekre, Malajziába, Szingapurba, azok lesznek a következő célállomásaink. De hát most itt vagyunk önöknél Tiszabezdéden nagy-nagy örömünkre, és egy képzeletbeli utazásra szeretnénk most önöket elcsábítani, úgyhogy én nem is szaporítanám tovább a szót, szálljanak fel velünk együtt a 4-4 Dance Expressre, és kezdjük meg ezt a kis világkörüli utazásunkat. Ki nem találják, hogy ki lesz ezen a kis különleges vasúton a kalauzunk, nem lesz meglepetés, de egy nagyon nagy tapsot szeretnék majd kérni neki rögtön, ahogy a színpadra lép. Hölgyeim és uraim, jó szórakozást kívánunk a műsorhoz. Szóljon a zene! We'll be right back.
Nagyon szépen köszönjük ezt a kitörő tamsfiart, ezt a lelkesítő, bátorító szeretetet. Te miért mutogatod a golyóidat? Elnézést kérek, itt Illésmester tényleg nagyon-nagyon otthon érzi magát. Légy szíves, menjél, készülj elő a most következő számhoz, kedves Dániel. Igen. Ő gyönyörű járását azt azért mindenkinek a figyelmébe ajánljuk, a nézését pedig meg lehet tekinteni a hét többi bárnapján is. Szóval jól érzi mindenki magát? Csak azért kérdezem, mert ilyenkor szoktuk megkérdezni a fiúkkal, hogy folytassuk-e ezt a kis képzeletbeli utazást, vagy induljunk inkább a következő fellépési helyszínünkre. Igen, induljunk a következő fellépésre, jó, sziasztok! Ja, jó van, na csak viccelődök, szeretnénk mi is maradni, hiszen nagyon készültünk itt a mai délutánra. Említettem már, hogy tényleg fontos nekünk, hogy ilyen kis hazai színekben, hazai közönség előtt is bemutatkozhassunk. És hát általában, amikor ilyen nagy szeretet és ilyen kis családias, barátias légkör fogad minket, akkor ezt meg szoktuk hálálni a kedves közönségnek. Nemhogy nem, hát ugye Tisza Bezdéden sem maradhat ez ki. Készültünk egy kis forfordenses ajándékkal, ilyen kis kézzel fogható szuvenírral szeretnénk benneteket, önöket megajándékozni, amennyiben van rá igény. Szeretnétek ilyet? Yeah! Nyújtsa fel a kezét, ki az, aki szeretne? Yeah! Jó, hát nem kell sokkal készülni, a hátulról senki, itt a hátsó sorban is, aki későre áll a kezébe, megértem, hogy nem jelentkezik. Abban egyet ideadhatna nekünk ebben a nagy melegben, de majd megbeszéljük műsor után. Már szükségem lesz nekem a színpadon, ebben az ajándékosztásban egy segítségre, egy segítő társra, úgyhogy egy hatalmas tapsot szeretnék kérni. Viki, majd legközelebb, jó? Egy hatalmas tapsot szeretnék kérni csapatunk, említettem, legkarakánabb, legdominánsabb egyéniségének, Illés Dánielnek! Illés Mester! Ha megáll az eszem, csak mutogatod itt a fenekedet. Légy szíves, inkább azt a kis ajándéktáskát hoz már ide nekem. Légy szíves, itt vannak a tanítványaid, jó? Úgyhogy csukják be a szemüket, jó? Na, én már láttalak félmeztelenül, amikor most a táborban strandon voltunk, úgyhogy tudom, hogy innentől idáig vagy szőrös, vagy inkább lehet kis ajándék, jó? Na, szóval Dániel Illés Mester lesz az, aki nekem ebben az ajándékosztásban a segítségem lesz, és hát itt az előző vasutas koreográfián én utaztam egy ilyen kis csíkos hátizsákkal, ez a hátizsák rejti azt a kis meglepetést, amit szeretnénk most odaadni nektek, úgyhogy mindenkit kérnénk, hogy jöjj, gyertek egyre közelebb, a plána, aki szeret ebből a forforrences. Tavalyról ott maradt? Ugye? Ha lehet, a jó, oké, ezt majd ti megbeszélitek. Szóval ebben a kis ajándékosztásban, légy szíves, Dani, most a jó zsebben nyúljál már a táskába, és mutasd már meg, hogy miről is lenne szó. De még mielőtt itt tényleg az ajándékosztás sorra kerül, egy nyugalom. Arra az oldalra, gyertek át. Addig Dániel megmutatja, hogy ne viccelődj már. Ennek a forforrenszes ajándéknak kettős funkciója van. Van egy ilyen hátoldal, ami egyszerűen simán fehérre van hagyva, ez nem véletlenül. Mielőtt mi kijöttünk ide Tiszabezdédre, Dani megkért engem, hogy mindenféleképpen mondjam már el, hogy Tiszabezdéden itt a lányok, nők, asszonyok, hölgyek rendkívül gyönyörűek. Ebből az apropóból Dani mondta, hogy a szingli tiszabezdédiek vagy környékbeliek ide felírhatnák a telefonszámokat, és akkor vissza lehet juttatni itt a forforrens tagjai számára. Biztos? Jó, Dani azt mondja, hogy nem muszáj színileg lenni, bárkitől elfogadjuk a telefonszámot, jó? Majd ő leharcolja azokat a harcokat, amiket kell. Van a... Jaj, de valami vagy. Van ennek amúgy egy hátoldal, egy hasznosabb funkciója is, természetesen, aki nem él ezzel a telefonszám cserével, egy kis forforrenszes emlékkártyával szeretnénk kedveskedni, amit a műsor után nektek itt bal oldalon, itt a sátor környékén majd hitelesítünk, kis aláírunk, minden régyen megígérem. Na hát akkor, aki már közel jött, az mindenféleképpen fog ebből kapni, ebből a kis ajándékból. Hú, de sokan vannak, kedves Dániel. Várjál viszont, egyetlen egy dolgot mindig szoktunk cserébe kérni, nem a cifrát, meg nem a háromugrost, nem a tititát, hanem egy hatalmas tapsot szeretnék háromra kérni, háromra, ezúttal nem magunknak, hanem itt azoknak, akik itt a mai nap folyamán is dolgoznak, itt ezekben a standokban, polgármester úrnak, hangtechnikának, fénytechnikának, az ugrálóvárosoknak, hiszen nélkülük nem jöhetett volna létre ez a nap, úgyhogy háromra egy köszönöm tapsot, egy, kettő, három!
és természetesen mi is köszönjük, hogy itt lehetünk az ő szervezésükbe. Na hát akkor Illésmester visszafordul, kiosztja ezt a kis forforrences ajándékot, mi pedig képzeletben szeretnénk benneteket tovább utaztatni, egy kicsit lehűteni a hangulatot, egy katonás, cirkuszos, humoros vidékre kalauzolnánk benneteket Oroszországba, hogy utazzatok velünk együtt, az ajándékot pedig fogadjátok szeretettel. Zene! Szépen köszönjük. Mindenki kapott az ajándékból, aki szeretett volna? Jó, örülünk neki. Aki nem, az majd még utána megkeresett minket, és 10 fekvőtámaszért bárkinek adunk még egy plusz kártyát. Na hát, hölgyeim és uraim, ugye hát mi a magyar autentikus néptáncnak vagyunk a nagykövetei, igaz, egy teljesen új, modern stílusban tálaljuk ezt önöknek is, a közönségnek és a nagyvilágnak, de azért nem felejtettük el azt a korszakot, amikor ilyen pici gyerekekként beírottak minket Nyíregyházán a Nyírség Tánc Együttes utánpótlás csoportjába néptáncot tanulni, és hát ha már ilyen szerencsések vagyunk és ilyen sok országban képviselhetjük hazánkat, akkor elkészítettük néhány évvel ezelőtt az egyik legkedvesebb koreográfiánkat, legalábbis számunkra. Egy igazi magyaros koreográfiával szeretnék most önöknek kedveskedni, és hát képzeletben utazzatok velünk akkor ide, nem túl messzire Nyíregyházára, ami néptáncos korszakunkba, ugyanis hát a magyarsághoz kapcsolódó rendkívül különleges tanulmányokat,
találmányokat, zenéket, gegeket, humoros eszközöket és hát jelmezeket szeretnénk most a VOS következő magyaros koreográfiában megjeleníteni, úgyhogy reméljük, hogy sokak szívét fogjuk megdobbantani ezzel a produkcióval, ami külföldön és Magyarországon egyaránt nagy sikert szokott aratni, szóval hölgyeim és uraim, fogadjátok szeretettel a magyaros koreográfiánkat. Gyere Dani, lássuk, mit rejt a bőröndöd. Zene! Szépen köszönjük, Illésmester nevében is. Visszakerült ez a szexi ruhadarab is? Jó, oké, hát ezt majd megbeszélitek szeptemberben, szerintem, amikor kezdődik a tanév. Na hát, hölgyeim és uraim, fájó szívvel, de lassan zárjuk sorainkat, és senki ne menjen sehova, mert színesebbnél színesebb, érdekesebbnél érdekesebb programok következnek még itt a színpadon. Azonban hát természetesen nem mehetünk el búcsú nélkül, és egy közönség kedvenc produkcióval szeretnénk itt a mai nap folyamán elköszönni önöktől, tőletek. Ehhez a koreográfiához, ehhez az utazási célponthoz tartozik egy kis forforrenses anekdota. Engedjétek meg, hogy ezt megosszam veletek. Szóval a 90-es években, amikor mi ilyen kis néptáncos gyerekek voltunk, akkor ment egy nagyon híres televíziós sorozat, ami péntek esténként lázban tartotta egész Magyarországot. Kötelező volt mindenkinek akkoriban nézni. Ki az, aki esetleg emlékszik erre a sorozatra? Dallas? Jaj, de tetszett nézni? Ki volt a kedvenc? Bobby? Jockey? De hogy Jockey volt a rossz fiú. Vagy biztos a rossz fiúk jönnek be, ugye?
Na jó, van, mindig azok a jók, a rossz fiúk, azt tetszik itt kiabálni. Hát akkor engedjék meg, hogy a színpadra szólítsam Jockey Ewingot, Bobby Ewingot, érkezik a háttérbe Cliff Barnes, ő is egy gonosz karakter volt, igen. De meg legyél Pamela! Az az eszetöki, az a Pamela. Szóval hát akkor megbeszéltük már, hogy a Dallas világába, Amerikába, South Fork Ranchre, Texasba szeretnénk benneteket elutaztatni. És akkor bátorkodom megkérdezni, hogy ki az, aki emlékszik ennek a híres sorozatnak a főcímdalára? Tegnap is csináltuk. Jaj, de szégyellősek vagytok. Te emlékszel rá? De hát tegnap is csináltuk, ugye persze, hogy emlékszel rá. Na valahogy így hangzott, csak hogy közösen emlékezzünk meg. Na 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 na. Köszönöm a tapsot. Jelentkeztem az X-faktorba, csak az már nem került a tévébe. Mondták, hogy inkább maradjak a táncnál, semmi baj. Na hát akkor zárásképpen adnánk egy búcsú feladatot, aki a most következő zenei táncos egyvenekben felfedezni véli ennek a híres sorozatnak ezt a főcímdalát, akkor csak a Dallas kultusz tisztelete véget egy hatalmas tapsal ezt jelezzétek nekünk. Mi pedig köszönjük, hogy itt lehettük, ajánljuk magunkat, látogassatok el a honlapunkra www.4fordance.hu, kövessetek az Instagramon, Facebookon, mindenhol, az almafások kövessenek a Facebookon is, almafaami.hu, úgyhogy köszönjük, hogy itt lehettünk, további szép napot kívánunk mindenkinek, hát ha más nem, akkor szeptemberben találkozunk, a viszontlátásra. Zene! Köszönjük szépen, a Four Four Dance-et láttuk. Don't feel it too.
Na ilyen az, amikor nem lehet valamit abba hagyni. Tisza Best Date.